papírforma az arra való, hogy felboruljon, úgyhogy örülünk neki, hogy sikeresek voltunk ma. Azt gondolom, hogy kellett a tegnapi meccs, ugye tegnap se játszottunk rosszul. Talán az eredmény az igazságos volt a tegnapi mérkőzésen. Azt gondolom, hogy a mai meccsen sokkal élesebbek voltunk már a legelejétől, és teljesen sikerült mindenkinek átvenni ezt a sebességet, ami ez a tornához kell. Úgyhogy le a kalapa az egész csapat előtt. Tényleg egységesek voltunk 60 percen keresztül, és ez kifizetődött a végén. Ugye a tegnapi meccs az azért kellett hozzá, mert felvettük tényleg ezt a tempót, amit itt ezen a tornán van. Ugye ez elég ritkán találkozunk ilyen tempójú meccsekkel. Sikerült felvenni a tempót, és azért jó volt az első meccs. Itt ezen a meccsen az első harmadban picit azért lehetett érezni, hogy nem itt kevesebbet, 3,5-4 órával kevesebbet pihentünk, mint az ellenfelünk, de utána újra belerázottunk, és óriási melót tettek bele a srácok. Ugye mindig elmondjuk, hogy minden meccsen kiadunk magunkból 100%-ot, és ugye a szívvel, lélekkel küzdünk. Ugye tegnap beszéltünk róla, hogy ez sajnos vereséghez volt elég, mai nap egy gyönyörű győzelemhez. Változtatatok bármin, volt valami, ami ezzel kapcsolatban elhangzott a meccs előtti meetingen? Természetesen azért pici apró változtatások voltak, olyan dolgokban, amit fel kell hívni a srácok figyelmét, azokra felhívtuk. Picit más sorokkal is játszottunk, ami nagyon fontos, hogy 4 sorral tudtunk játszani, úgyhogy hogy Jászai Dávid és Pozsár Márk is csatárba játszott. És ez döntően befolyásolta ezt a meccset, és egy ilyen tornát 3 sorra végig küzdeni az szinte lehetetlen. Az angol csapatnak egy picit rövidebb volt a padja, és ez szerintem nagyon nagyban hozzájárult, hogy mi 50 percig 4 sorra tudtunk menni, és tényleg mindenki beletette magáét, azért tudtuk megnyerni ezt a mérkőzést. Kell bármit visszafogni, vagy pedig kell az, hogy ne gondoljunk arra, hogy akár továbbjutás is lehet, hiszen azért játszunk ezután az eredmény után holnap. Én nem gondolom, hogy kéne, ugye a srácok profi játékosok tudják nagyon jól, hogy ilyenkor mi a dolguk. Ugye minden meccsen úgy lépünk égre, hogy kihozom magunkból a maximumot, szóval a receptet nem kell változtatni, holnap megint csak ki kell menni a égre, 100%-on pörögni és szívvel, lélekkel küzdeni. Aztán megint csak meglátjuk, hogy mire lesz elég. A srácok ezt nagyon jól tudják, és ahogy a melléket például mutatja, ezt nagyon jól végbe is tudják vinni. Most az a legfontosabb, hogy minél többet tudjunk pihenni, vízszintesbe kerülni, és megfelelően fel fogunk készülni a holnapi mérkőzésre, és jó játékkal szeretnénk előrukkolni, jó és eredményes játékkal, és elvégezni a feladatot, amiért jöttünk.